A rekordokat döntögető kánikulában a strandon sem könnyű elviselni a hőséget, a futballpályán pedig kifejezetten melegük lehet a labdarúgóknak. A Spari játékosai ennek ellenére becsülettel teszik a dolgukat az örökösföldi edzőcentrumban, amely a következő két évben a csapat nyíregyházi otthona lesz a régi, felújított volánpályával egyetemben. A tréningeken már az új vezetőedző Szergej Pacai dirigál, aki játékosként és utánpótlás edzőként is szolgálta korábban a klubot. Munkáját asszisztens edzőként Szatke Zoltán és Csernyenko Ruszlán, kapus edzőként pedig Miski Zoltán segíti. Az előző, felvezető és felmérő hét után már teljes létszámmal és teljes intenzitással folyik a munka. Megvannak a most a tesztek, amit csináltunk a fiúkkal, tudjunk, hogy ki milyen állapotba érkezett, úgyhogy most ezzel dolgozom, hogy a funkcionálisan hozzunk már rendbe a csapatot. Ezen a héten, ez múlt héten volt a célunk, most a héten már elkezdtünk a teljes létszámon dolgozni, amit azt jelenti, hogy tehát a labdás edzések is vannak benne a programban, úgyhogy úgy látom, hogy nagyon jól jöttek a fiúk, egy ilyen látszik, hogy olyan kedven dolgoznak, és olyan tényleg, hogy olyan szívből csinálják minden, úgyhogy nagyon örülök nekik. A klub eddig 7 új játékost jelentett be. Stankó Dávid és Erdei Martin a Bozsik Akadémiáról került fel a felnőtt csapathoz. Az eddig kölcsönben lévő kapus Fejér Béla 3 évre kötelezte el magát, poszttársa Menceles Iván az SMTK-tól érkezett Nyíregyházára. Vas Patrik legutóbb Zalaegerszegen játszott, míg az NB2-es góllövőlista második helyezettje Novák Csanád legutóbb 17 gólt szerzett a Szolnok színeiben. Miután véget a bajnokságnak, két nappal rá már jött is a megkeresés Sándor Pistebáiktól, hogy nagyon szeretnék, ha csatlakoznék a csapathoz, amit így felvázoltak, meg amit így tudok a nyíregyházi futballról. Úgy érzem a karrierem szempontjában, hogy egy előrelépés. A Szolnok egy jó csapat volt, jó szezont is zártunk, viszont ő nem egy olyan célokért küzd minden évben, mint amilyen a Nyíregyháza, így nyilván a Nyíregyháza mellett döntöttem. Szergej Pacaj a szakmai stáb tagjaként részese volt a Balmazújváros és az MTK feljutásának. A szakvezető egy olyan nyíregyházi csapatot szeretne látni a pályán, amelynek minden meccsen van esélye a győzelemre. Én azt szeretnék játszani a csapatnak, hogy az eredmény is legyen. Ez az első, mert az elég fontosabb, de az eredmény az nem lesz játék nélkül. Tehát, hogyha nem fogunk játszani jól, akkor nem lesz az eredmény. Tehát én azzal gondolkodok, hogy mi most ezzel is kezdtünk, hogy legyünk mindenhol, tehát a védekezésben is nagyon stabilak, meg középpályán, meg a támadót is nagyon élesek. Tehát az egybe, hogyha egybe úgy fogunk működni, akkor gondolom ez a csapat eredményes lesz. A Spari július 3-án szombaton Örökösföldön a Kazinc Bacika ellen játssza az első edzőmeccsét. Azt követően 10 napra Szlovéniába utazik a csapat, ahol 5 mérkőzésen lép majd pályára, majd július 25-én még ismeretlen ellenféle szemben lesz a bajnoki főpróba.